A gyerekek élvezték, a tanárok is élvezték, egy igazi csapatként dolgoztunk össze, és úgy gondolom, hogy ez az utolsó, a pénteki nap méltó zárása volt a 6. szlovák nemzetiségi hétnek. Ugye múlt évben elég magasra tettük a lécet, mert próbáltunk valóban többet mutatni nem csak Dabas városnak, hanem a magyarországi szlovákok között is, és akkor Zemeni Palicska Erika annyit mondott, hogy intézményünk, a Dabasi Második Rákóczi Ferenc Általános Iskola az egyetlen olyan intézmény, amely ilyen nagy honorabilis eseményt hoz létre évente, és valóban a magyarországi szlovákok között is nagy hírnévnek örvend, és keresett műsorsorozatról is van szó. A szlovák nemzetiségi hét alkalmával 3 kiállítást nyitottak meg az iskolában. Az intézmény aulájában a Tóth Komlósi kiállítás kapott helyet, Garajszky József fényképeinek, valamint a Magyarországi Szlovákok Szövetsége által összegyűjtött baba kiállításnak pedig az emelet adott otthont. Úgy gondoltuk, hogy eddig ugye tematizálva voltak a nemzetiségi hetek, most a nemzetiségek napját tartottuk meg. Többek közt voltak itt természetesen szlovákok Püspök 60-ból, de mindemellett jöttek hozzánk ugye a Roma Néptanc Egyesület innen Dabasról, többek közt az újhartyaniak, jöttek a németek, volt itt eredeti Román Néptanc Egyesület is, akik ugye bemutattak nekünk a ő saját hangszereikkel a ottani kultúrájukat, vagy legalábbis egy bizonyos részét, egy bizonyos foszlanta kultúrájának, és utána pedig következett a foglalkozás sorozat. Lényegében több külsős emberünk is volt, tehát nem csak tanárok végeztek kézműves foglalkozásokat, hanem jöttek Gyónról, többek közt jöttek Dabasról, illetve egy-két fellépő csoport is hozott magával kézműves emberkét, és ők mutattak be a gyerekeknek, illetve segítettek a gyerekeknek megalkotni azokat a remek műveket, amiket ugye lehet látni az intézményünkben is. Többek közt készítettek ronybabalkát, fuvolat, üvegbe színes ilyen port vagy homokot raktak, az is nagyon szépen mutat, azt láttam nem is olyan régen. Tehát nagyon-nagyon üvegre festettek, vagy üvegre ragasztottak, tehát valóban színes volt a repertoár ezeknél a kézműves foglalkozásoknak. A felső tagozatos diákok osztályonként választottak maguknak egy nemzetiséget, mely után egész héten kutattak, és egy kiállítást is készítettek a begyűjtött információkból. Nem csak a szlovák nemzetiségi hagyományokat, kultúrát hozzuk ide erre a napra, hanem talán hozzuk ide még a másik 4 nemzetiséget is, akik Pest megyében élnek. Ezért szerepeltek nálunk az új hartyáni diákok, mint a német nemzetiség képviselői, egy fergeteges táncot adtak elő, inkább azt mondanám, hogy egy fergeteges tánc kompozíciót. Nemzetisége ruhában, egy nagyon pörgős zenére. Közöttünk voltak Abrudbányáról, ez Székelyföld közepén lévő település, román fiatalok, ők már középiskolás korúak, és a Hegyi Kürt című műsort adták elő, és itt láttunk élőben, hát több mint 2 méteres hegyi kürtöket megszólalni, és ami érdekes volt, hogy lányok szólaltatták meg mindezt, és nemzetiségi dalaikat adták elő gyönyörű nemzetiségi ruhában. Azután óriási sikert arattak a helyi roma fiatalok. A tanodának a diákjai tulajdonképpen, és hát olyan darabot állítottak össze, hogy tényleg mindenki felállva nézte, hogy lehet így lábakat mozgatni, és persze kezeket is még hozzá. Fantasztikusan jó műsor volt, és természetesen a szlovák műsorok, hisz itt volt közöttük Püspök 60 a harmonika zenéjével és énekével, itt volt közöttük Beszterce Bánya, a testvériskolánk, délután a helyi citerások, a fiatalok, akik aranyminősítést kaptak, és az idősebbek, hát ők pedig már olyan szinten játszanak, hogy tényleg nagyon élveztük. Nehéz a nemzetiségek helyzete, hiszen sok támogatást kapnak, ez tény és való, de
úgy gondolom, hogy fontos, hogy toleránsabbak, elfogadóbbak legyünk egymás iránt. Fogadjuk el a másik nemzetiségnek esetleg egy olyan hagyományát, amit mi különösnek tartunk. És mivel mi szlovák nyelvoktató iskola vagyunk, mi is egyfajta szokással, hagyománnyal élünk. És szerettük volna, hogyha a többiek is ide hozzák hozzánk a hagyományaikat, megismerjük őket. Úgy gondolom, hogy a világban nagyon nagy problémát jelent a különböző népeknek, nemzetiségeknek az ellentéte. Mi azt akartuk itt bemutatni, hogy igen, tudunk együtt élni. Tudunk együtt élni és együtt szórakozni, élvezni egymásnak a hagyományait. Ugye a román fiatalok itt voltak, a cigány fiatalok itt voltak, a német fiatalok itt voltak, hát sajnos a szerbek nem tudtak itt lenni, de ez jó érzés volt, hogy különböző nemzetiségek, de itt vagyunk együtt, és örülünk egymásnak.